Szerbusztok, Csonti vagyok, ez pedig egy rövid betekintő videó lesz a Dyad nevezetű játékba, ami nemrég érkezett meg a Steamre, egy akció keretében szereztem be én is. És hát ez egy nagyon egyedi kis játék, műfaját tekintve kicsit ritmusjáték, kicsit versenyzés és kicsit logika is, egy iszonyatosan flash vizuális megjelenítéssel, ezt mindjárt látni is fogjátok. Elég minimalisztikus lett a játék, úgyhogy csak egy menürendszer van, ahol fokozatosan egyre nehezedő pályák közül választhatunk, és minden pálya egy új elemet mutat be, és szerezhetünk benne gyakorlatot, így fokozatosan építkezik egyre nehezedve. Úgyhogy az elején még elég egyszerű dolgunk van, nézzük is meg. Minden pályán választható különböző nehézségi szint is, illetve majd mi nekünk is lesz lehetőségünk ezt még testre szabni, hogyha teljesítettük a pályát. Na, itt egyszerű dolgunk van, adva vagyunk mi ezzel a kis részecskével ott alul középen, és nincs más dolgunk, mint úgymond megkampózni, vagy így ráakaszkodni ezekre a kék bogyókra itt ebben az a csőben. Hát nem tudom, ez kicsit olyan, mintha ilyen elektronok lennénk. Szerintem maradnék ennél a hasonlatnál. Tehát ezeket az elektronokat kell úgymond megragadnunk, és ezekkel gyorsítva magunkat. Hopp, ezt három csillagosra teljesítettük is. Na, itt már ilyen X-ek is megjelentek, azokat nem szabad így megragadnunk, vagy nem is tudjuk talán megragadni, tehát ez már egy ilyen újabb nehezítés. És mindeközben haladunk ebben az elektroncsőben. A képernyő tetején meg látható egy csík, ami fokozatosan töltődik, az jelzi, hogy mennyi van még hátra a pályából. Na, és ahogy csákjázzuk meg ezeket az elektronokat, úgy egyre gyorsabban haladunk. Na, itt már párokat kell, tehát bejött egy ilyen piros elektron, vagy hát narancssárga. Úgyhogy van vagy két narancssárgát, vagy két kéket kell egymás után megcsákjázni, hogy gyorsuljunk. Ha nem csákjázok meg semmit, akkor egy idő után így lelassulunk, ahogy látjátok. Tehát így lemegyünk majdnem, hogy nulla sebességre. Na, és így megvolt a pár, és ez adja nekünk a sebességet. Na, és közben átléptük a pályát. Tehát ez nem volt túl nehéz, egy ilyen bevezető pálya. Nézzük a következőt. Na, itt már párokat kell egyből elkapdosni, úgyhogy ez már egy következő szint. Mindeközben szeretném felhívni rá a figyelmeteket, hogy a zene az teljesen attól függően változik, hogy épp melyik pályán vagyunk és hogyan játszunk. És itt a hogyan játszunkon van a hangsúly. Ezért is vettem kicsit hangosabbra a játék zenéjét a megszokottnál. Tehát ez egy külön vizuális élmény. Hozzáteszem, hogy most egy éjszakai műszak után vagyok, tehát egész éjszaka dolgozta, úgyhogy most egy ilyen nagyon kellemes kis levezető flash-elés a számomra, hogy így ezzel a játékkal játszom. Tipikusan az a játék, amit vagy imádni fogsz, vagy pár óra után félretezed és soha nem teszed elő, ezt mindenki dönts el magának. Számomra szerintem ez egy nagyon jó kis vétel volt, így időről szerintem elő fogom venni, és így megnyugtatni az idegeimet. Oj, kész vizuális orgazmus. Mesleg a játék PlayStation-ön már egy éve kint van, na Danger. Itt már kapunk ilyen piros négyzeteket, amiket ki kell kerülni, és nem szabad beléjük ütköznünk. És ugyanúgy párokat kell gyűjtenünk. Tehát a játék már egy éve kint van PlayStation-on, és olvastam róla még a vásárlás előtt pár kritikát, és elég pozitívan nyilatkozott róla mindenki.
nem tudom, talán a 2 évvel ezelőtti játékhírek videóban szóltam az akcióról, hogy meg lehet ezt venni, hát cirka 3000 forint. És attól függően, hogy ki mennyire függ rá, ez egy nagyon jó kis vétel meghangzik. Ha az ember legalább olyan 4-5 órát beleölt, akkor már úgy gondolom, hogy pénzénél van. Oké, csillag, jók vagyunk. Egyébként ez tipikusan az a játék, amit nagyon könnyű megcsinálni így alapjáraton, és könnyű elsajátítani, de igazán profinak lenni már nehéz, nagyon is nehéz. Főleg úgy, hogy így egymás után épülnek fel a játékban látott dinamikák, egyre nehezebb és összetettebb lesz. Tehát még az elején elég volt csak megkampózni a részecskéket. Itt most már párokat kell gyűjteni ahhoz, hogy gyorsuljunk és kerülgetni az ellenfeleket. Illetve lesz még egyfajta gyorsulási típusunk, a Lance, amit most így, hát nem tudom, száguldásnak neveznék, tehát így átszáguldunk a részecskéken, és az így a legnagyobb sebességi fokozat a játékban. Hopp, és most már itt neki menni sem szabad ezeknek a bogyóknak. Na és itt jön a verseny jellege, hogy minél gyorsabban teljesíteni az adott pályát, viszont van benne egy taktikai elem is, hogy nem mindegy, hogy mikor, mit, hogyan csákjázunk így be. És a legjobb kombinációt kell. Tehát ez egy nagyon furcsa, elvont művészi Tetris és versenyjáték. Még talán lőni is lehet majd benne, de abban nem vagyok biztos. Oj. És közben nagyon szép vizuális effektek és zenék tárulnak elénk. Na és a három pályarészen kell átverekednem magamat. Megjöttek az akadályok. Hopp, ennek neki mentem. És fölül egyre gyorsabban megyek, ahogy sákjázom meg az egymás után megfelelő sorrendben a bogyókat. Egy sárga, két sárga, három sárga, négy sárga, egy kék, két kék, három kék, négy kék, öt kék, hat kék, hét kék, nyolc kék, két kék, egy sárga, két sárga, egy kék, két kék, egy sárga, két sárga, megy ez, megy ez. Ne essek ki a ritmusból. Na és... tehát minden pályát meg lehet csinálni. Afelül kétség ne legyen, de viszont 3 csillagra, vagy annál jobbra, különböző dolgok beállításával egyre nehezebb dolgunk van. Na nézzük meg, it's Steam Engine Time. Particles fell. 3 szektoron kell minél gyorsabban átmenni, energiát kell gyűjtenünk, hogy ezt a gyorsítást el tudjuk majd sütni. Na és ezt meg is mutatom. Na és itt láthatjátok, hogy már ilyen kis szárnyas betétre hasonlítanak a kioldott bogyók, amiket így eltalálunk. És hogyha elmegyünk a szárnyak mellett, akkor energiát gyűjtünk, és hogyha kellő energiánk van, akkor elsüthetjük ezt a hipersebességet, vagy nem tudom mit. Ja, és azt hozzá teszem, hogy így ez az. És ilyenkor minél több bogyón száguldunk át, annál gyorsabbak leszünk. Mindeközben az a dinamika továbbra is megmaradt, hogy párokat kéne gyűjtenünk.
most már a zene egyre jobban alkalmazkodik ahhoz, hogy mi miket találunk be. Húzzuk a csákjába. Hoppá! Egyre jobb a zene is. Ez az, hiperteret váltunk. A végén kicsit bénák voltunk. És párokat gyűjtök. Ez biztos jó volt. Hatos lenz. Hatos gyorsulás. Ismét egy hatos kombó. Két lensz. Nem tudom, mit csinálok, de ezt nagyon jól csinálok. Na és ez egy nagyon jó kis játék, de tényleg kikapcsol, szórakoztat. Ha akarom, akkor megvan a kihívás benne, ha nem akarom, akkor csak itt ülök a székemben, és csurgatom a nyálamat. Ami egy ilyen éjszakás műszak után szerintem a legjobb dolog, amit egy ember kiválhat magának. Kikapcsolódás. Látvány. És lazulás. Sokon átmentem. Ops, ebben nem kellett volna belemenni. És gondolom, hogy egyre nehezednek majd a szintek, egyre nagyobb elvárások lesznek, hogy tökéletes pontozást kapjunk, egyre többen kell áthaladni majd. Ügyesség, hopp, itt már bejöttek az ellenfelek is. Nem szabad neki menni. Száguldunk. Senki nem állíthat meg. Hoppá! A végtelenbe is tovább! Na, és két csillagosra teljesítettük. Na, hát ez volt a Dyad nevezetű játék. Remélem jól szórakoztatok ezzel a rövid kis bemutató alatt. És tényleg mindenkinek, akinek ez így bejön, tetszik, adjon a játéknak egy sanszot. Szerintem ez egy nagyon jó kis vétel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Én szerintem elteszem magam most másnapra, vagy legalábbis a mai nap délutánra aludni. Sziasztok!